Játok, csak megy az ammónia. Na szó! Olyan ködös a város, ez megnyugtat. Várójáron, közele bújtok, minden utca álmos. Kicsi sárs, beleragadt visz. Milyen volt a közönség? Nagyon édesek mindig, és nagyon jó fejek mindig. Főleg ilyen nagy eseményeken, igazából tényleg most itt Zsiófokon nem tudom, hogy hányan hallgatnak minket, vagy ilyesmi. Én azt feltételezem inkább, hogy leutaznak ide az emberek, egyrészt, hogy üdüljenek a Balatonon, másrészt, hogy minket halljanak, és így extra hálás a közönség. Min dolgozom mostanában? Esetleg új single, új album, új klippek, új merch? Tök jó, mert mindegyiken képzeld el. Album, ez 9-10 szám, nem emlékszem, hogy teljesen őszinte legyek, és ezen pedig egy Kretta feat és egy Bilex feat. Nem úgy volt, hogy aki a legjobb duettet csinálja arra a TikTokra, az lesz a feat. Hogy lett ebből Bilex? Figyelj, Bilex csinálta a legjobbat. Én nem azt gondoltam ezzel az egésszel, lehet, hogy ezt én kommunikáltam kurva szarul, én nem azt gondoltam ezzel az egésszel, hogy na, hogyha itt lesz egy legjobb, már pedig mindig van legjobb, hogy én itt a legjobbat fix behívom erre a számra, hanem kíváncsi voltam, hogy mit nyomnak rá. Voltak amúgy nagyon-nagyon jók, több is, és igen, szóval ez, és aztán beszéltem az Alex-el, és végül is közösen fogjuk megcsinálni, illetve már megcsináltuk, úgyhogy, ja, ennyi, igen. Filó, köszönjük szépen! Én köszönöm, pedig még lett volna bennem szó, de elfolytja a szép Ákos, bazd meg! Széjjel dönszel, nem kell többi, nekem ő használ. Szívnapán is lehet, akkor ittom ezt a lehet. Lehet szerelmes leszek, hogy töri meg a szériát. A számom végig éli át. Tavaly pontosan ugyanezen a helyen készült veled interjú. Bármilyen emlék arról az interjúról? Yeah. Sziasztok, Young Marbi vagyok, és ja, tavaly amúgy itt kicsit be voltam bassza, nem emlékszel rá? Vagy úgy, én úgy emlékszem, hogy valamilyen sporttevékenységet folytattál tavaly. Így van. Tavaly itt lenyomtam 10 fekvőt. Felülést? Szerintem felülést. Na itt most a backbe lenyomtam, vagy 25-öt. Címlaplány, ez a címa a kiadatlannak, amit most előadtál itt a plázson. Projekt része, single, mi a terv? Ez a címlaplány című szám, ez igazából single lesz, ez most a júniusi hónapban jön ki. Igazából szerintem full nyári zene, és tök jól időzítettem ezt az egészet. Kaptam Gmailen valami loop packet, és nem tudom, csináltam rá egyből egy beatet, így minden jött egyből, meg felfreestyle-oztam az egészet, és szerintem kurva jó zene lett amúgy. 100% Marbi prod? Hát ugye nem 100%, mert a melódia az nem az enyém. Melódia az nem az enyém, de minden más az enyém, és szerintem kurva jó, nekem nagyon tetszik. Do szkoły, ale lubię zarabiać kaj. Nowe zabawki i samochody, ale przecież nie będą kraść. Ta koleżanka wpadła na pomysł, bo poznała takiego z Greda. Ale wydawał się odlotowo, nowe życie zacznie się teraz. So we are here with Frosty. See ya. How is Hungary treating you so far? I really enjoy being in Hungary. I like this place. We are here second time. We've played at Aquarium, at OTL show, at March. It's gonna be second time, so I'm fucking excited to do it. There was a pee-pee. A gig in Poland. How did that go? It was very good. I really enjoyed that shit. So, yeah, I like PP music. I like Gyuris, Grasa, and Shala. Yeah. Do you have a plan to make music with the OTR guys? Yeah. We start to make a lot of songs together, and then we're gonna choose songs which we're gonna make as a single and then make videos. But it's the beginning of the journey called Eastern Bloc, and we're gonna make a lot of music together. We prepare mixtape of Eastern Bloc, so. What's Eastern Bloc exactly? It's connected movement of Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Bulgaria, maybe Serbia and Romania. You know, we want to show rest of the world how
who live in the Eastern Bloc countries, post-Soviet countries, you know, because and everybody get the inspiration from the west side of the world, but we want to be an inspiration like the east side of the world for the rest of the world. Yeah. Do you want to shout out anyone? Yeah, I want to shout out my crew, Spook Azor, shout out to Poland, shout out to everybody who support us, and remember Eastern Bloc, remember Spook Azor, remember me as Frosty. Ezzelen, csak neked mondta, hogy meleg. De most tippos ágyomba emberek. Megígértem magamnak, meg leszek. Megígértem anyának, jó leszek. Meg ezek nem is olyan gyógyszerek. Meg jó a szedem, vagy legalább ne szólj bele. Így jó nekem. Nem mozgatnak ennyi már. Nappalitak az testilel. Léon lének csak enni áll. Túl szép az, hogy bestiál. Ja, nem mozgatnak ennyi már. Nappalitak az a testilel. Léon lének csak enni áll. Túl szép az, hogy bestiál. Mit láttatok az OTL-ben? Mi volt, ami így megfogott, vagy miért éreztétek azt, hogy kollabolni kell? Tehát, hogy mit gondoltok alapvetően az OTL-ről igazából? Hát ezeket a zenéket hallgatjuk, ezeket a vibe-okat éljük, ez áll legközelebb a márkához jelenleg, a techno mellett, mert nagyon-nagyon technósok is vagyunk, ez a kettő dolog, ami így legközelebb áll a szívünkhöz. Mindig keressük az újat, meg azt, ami úgy felpesdíti a vért, meg az embereket, és ez az igazából, és minket is ez pesdít fel. Várható még kollab az OTL-lel? Várható, igen, és ott leszünk az OTL fesztiválon is. Egy nagyon exkluzív Grasa rövidgatya droppal. Ez egy kurva nagy leak amúgy, senki nem tudta ezelőtt. És üzennél valamit így a nézőknek, az OTL After Movie-nak a nézőinek? Kurvára szeretlek titeket. Nyomozók néznek folyton, nem tudok meg semmit a földön. Soha nem megyek börtönben, nem a trap lesz, mindent legyőzött. Mi a kedvenc gumicukrod? A THC-s. Volt most egy ilyen ütőverseny, ahol így kiütöttél mindenkit. Volt, aki feléd lőtt? Ötször ütöttem rá, ötödikre nagyjából megütöttem a 850-et, pedig én jobban bíztam magamban. Régen Kecskeméten a Dok nevű kocsmába, ami most már pusztulat, de régen a Dok nevű kocsmába én ott ütöttem a gépet. Kicsit fiatalabb voltam, tudod, egy ilyen 4-5 évvel, de beleütöttem cigány, azt 950-et megütöttem vele. Most egy 830-40-et ütöttem, szóval egy kicsit fölébresztett, hogy kéne edzeni. Egy embert hallottam, hogy feléd ment. Egy darabot a világon. Nem, de figyelj, ez ilyen szeretetből volt, tehát semmi komoly, tudjátok. Csak megy az ammónia. Na szó, nyomjátok, bazzeg! Megcsapott a pina szem. Első lehetesre levettem, hogy pina vagy. Olyan száraz a szaratok, tesó, mint a sivatag. Keci, sokan mondták neked azt, hogy egy hiba vagy. Azt, ahogy mit focizunk, az egy durva fiba. Ezen a hőmérsékleted easy, hogy a picsa fagy. Meghoz a cica. Yeah. Kiba a szállal, kiba a testvérem, hogy kiakadt a szín. Anyja, mondják testvérem, kiakaszt a cink. Nem hagyom a botestvérem, verre, mint a csal. Olyan finom volt a pacsira, hogy ketté tört egy tányér. A legjobb részét kidobom torokra, mennek szárén. Sal Bálint egy safety pro, és hogy egyedülálló, szóval lányok, hit him up. És jön majd a Sal Bálint a nagy ő sorozat. Benkő Dániel, nyugodjon békében, társat keres képmására. És erre majd lehet jelentkezni, lányok, a Sal Bálinthoz. Majd kirakjuk az e-mail címet, hogy hova. BB projekt, ami egy halról lett elnevezve, hamarosan jön, Gyuris és én. A kilencetein az ott, és úgy tudod, hogy rúgom a tizediket. A csajadról először azt hittem tízes, de kiderült tizedikás. Titeket megfolyt a füst, de mi felrobbanunk, mint a kijelvi jeg. Soha nem írok fel semmit a telomba, tudom, hogy figyelitek. Mit vártál a ma estétől? Igazából így nem úgy nem vártam semmit, hogy arra számítottam, hogy itt semmi nem fog történni, csak így olyan nagyon mélyen nem mentem bele, mert azt hittem, hogy ez egy olyan buli lesz, mint a tavalyi, hogy fellépők, én is ott leszek, aztán lesznek utánam, és így majöttem rá, hogy nem amúgy itt én leszek az utcsó, szóval kb. Ilyen fő fellépő, vagy ilyesmi leszek, és amúgy igazából azt vártam, hogy jó lesz, de jobb volt. Gyuber, neked most volt egy ilyen divat bemutatód igazából, ahol a kollekciótokat bemutattátok. Mit mondanál erről? Így kipattant így tavaly évvége felé a
fejemben egy olyan gondolat, hogy kicsit így kezdek elfáradni, meg hozzászokni ahhoz, hogy milyen az életem. Úgy így nagyon jó, meg én mindig erről álmodtam, de kezdett egy ilyen rutinná, meg megszokássá válni. És nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy milyen olyan dolog van, ami úgy igazán érdekel, és megpróbálhatnék ezen az oldalon kibontakozni, és igazából ez a bemutató, meg ezek a ruhák, amiket csináltunk, ez szerintem ennek így az első lépése, mert igazából nem gondolom magamat egy ilyen nagyon jártas embernek a divat világában, de kicsit így azt látom, hogy ha ebbe belemennék, akkor szerintem így egész ígéretes lehet a fantáziám ebben, és ez egy olyan irány lehet, amiben amúgy így sokkal jobban ki tudnék bontakozni. Alád befűtenek a villamosom, nekem koszos a cipő, mindig az utáltát a som. Néha megyek, mint a gép, néha pont ledőszom, de én ugyanúgy elindulok a rossz nap.